Pamut felső egy könnyű blézerrel vagy tavaszi kabáttal és nyitott cipővel. Így öltözködtek a szekszárdiak szerdán, amikor 15 fok volt napközben, és gyakran előbújt a nap is. Egy héttel ezelőtt azonban voltak olyan Tolna megyei települések, ahol mínusz 17 fokot mértek, és több centi hó is esett. Ez a szélsőséges időjárás az egészséges szervezetet is megviseli, nem is beszélve az idősekről. Dekoncentrált, lemegy a vérnyomásom, aluszékony vagyok, több kávét kell innom. Ezekben jelentkezik, nem jár fájdalommal, de nagyon kellemetlen. Nálam sajnos időnként vérnyomás csökkenés, emelkedés is van, emiatt gyógyszereket szedek. Sokkal többen fordulnak ilyenkor az orvosokhoz, tapasztalja Sranc Róbert, házi orvos. Megtöbbszöröződik az ilyen betegeknek a száma, akik akut ellátást igényelnek, és hasonló módon a szív- és érrendszeri betegségek tekintetében is jelentkezik ez, akkor ezek a szívinfarktusok száma, a ritmuszavarok száma, ami adott esetben súlyos problémákhoz vezethetnek, szintén megnő. Ez a nagy hőmérséklet ingadozás erősen megviseli az emberi szívet és idegrendszert, mondja a házi orvos. Elsősorban a hőmérséklet ingadozás. Nekem abszolút értékben nincs túlságosan meleg, hiszen 20 fokot sem haladja meg most a hőmérséklet. Uh-huh. De a nagyfokú ingadozás, ami egy 10 napon belül több mint 40 fokot jelent, ez általában még az egészséges szervezetet is egy kicsit érinti, de aki beteg, az sokkal jobban. Az előrejelzés szerint esős, de enyhe, az évszaknak megfelelő időjárás várható a következő napokban. Ám a jövő héten újra mínusz 5 fokra hűlhet a hőmérséklet. A hónap végén azonban visszatérhet a mostani meleg idő, akár 18-20 fokokkal.